Két kivételesen tehetséges sportolót köszöntöttek kedden Dombóváron. A fiatalok április 1-én a Városnapon lettek volna díjazva, de éppen egy versenyen vettek részt. Szabó Dorottya 12 éve karatézik. Ez idő alatt egy világbajnoki ezüsttel és 3 bronzéremmel, illetve több Európa-bajnoki helyezéssel is büszkélkedhet. A karatéka a Buzánszky Jenő díjat vett át, melyet kiemelkedő sporteredményt elérő fiatal dombóvári sportoló vagy csapat kaphat meg. Szerintem ez, amit eddig elértem, ez már egy nagy dolog, és hát úgy nincsen konkrét nagyobb célom ezzel, igazából ez nekem egy hobbi is, tehát ez a mindennapjaim részévé vált már, és hát már igazából a megszokás is, hogy nekem kell az edzés és a testmozgás. Szőcs Patrik igazi jó tanuló, jó sportoló. Edzője és tanárai szerint ő az épp testben, épp lélek megtestesítője. Én a Dr. Péter Gyula díjat kaptam meg a tanulmányokban és a sportban elért eredményeimért. A gimnáziumi éveim alatt kitűnő tudtam lenni, és több tanulmányi versenyen is részt vettem. Karatéban is elég jó eredményeim vannak. Patrik többek között egy világbajnoki aranyéremmel is büszkélkedhet. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármester elmondta, egy településnek szüksége van a jól teljesítő fiatalokra. Nyilván az a elmúlt években elvégzett munka, amelyet köszönhetek a civil szervezetek és sportszervezetek vezetőinek, visszaköszönt egy ma reggeli e-mailben. Néhány héttel ezelőtt az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumában nyújtott be egy pályázatot, és azt gondolom, hogy nagyon nagy öröm számunkra, hogy a minisztérium elismerte azt a tevékenységet, amely Dombóváron zajlik, és sokunknak szól ez az elismerés, hiszen a tehetséggondozó önkormányzat címet nyertük el, amelynek hivatalos átadására május 16-án kerül sor. A program folytatásához pedig pénzbeli támogatást is kap ezúton az önkormányzat, így a városvezető bízik benne, hogy ennek is köszönhetően még sok tehetséges fiatalt fognak tudni köszönteni a jövőben is.